Libasült párolt káposztával és zsemle vagy burgonyagombóccal. A Márton nap tipikus étele ez. A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jó ízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ma is sok helyen táncos mulatságot csapnak, ahol az asztalról nem hiányozhat egy libafogás. A vacsora végén pedig már a kiforrott újborral szokás kocintani, ezt hívják Márton poharának. Márton napja az újbort is megmutatja, vagyis ez az a nap, amikor már az újbort meg lehet kóstolni, és eldönteni, hogy jó-e az az évi termés, vagy nem. És a bálok mellett, a Márton napi bálok mellett nyilván ez a eszem, iszom is hozzá tartozik, tehát nem csak a ludaknak a libahús evése, hanem a italok fogyasztása is, hiszen úgy gondolták, hogy, hogy aki ezen a napon nem eszik ludat, az egész évben éhezik. Tehát ezen a napon tulajdonképpen ez is egy ilyen analógiás varázslásnak mondható, hogyha azon a napon sokat eszünk, akkor a következő évben is évben sem fogunk éhezni. A hagyomány szerint a fiatal libát megtisztítják, kibelezik, besózzák és meghintik friss majorannával, kívül belül. Befűtik a kemencét és lehetőleg nagy cserép vagy öntött vas tepsiben szép pirosra, ropogósra sütik. Ha elkészült, feldarabolják. A mellcsontjáról óvatosan lefejtik a húst és szemügyre veszik a csontot, hogy megjósolják belőle, milyen lesz a tél. Amikor elfogyasztják a ludat és a melle csontja fehér, akkor azt gondolják, vagy arra következtetnek, hogy biztosan a karácsony az havas lesz. Tehát a karácsonyi időjárásra következtetnek a Márton napból, vagy van egy olyan mondás is, hogyha Márton jégen jár, akkor karácsonykor poroszkál, azaz vízben jár, tehát hogy a karácsony akkor nem lesz hideg. Vagy ha Márton napja fehér lovon érkezik, vagyis esik a hó, vagy hó van, akkor karácsonykor nem lesz hó. A 14. századi krónikákban Szent Márton napja határnapként szerepelt, ez volt a tisztújítás, a fizetés, a jobbágytartozás leróvásának napja. Márton napon fizette meg a gazda a pásztoroknak az úgynevezett béles adót vagy rétes pénzt, míg a pásztorok többágú vesszőt, Szent Márton vesszeit ajándékoztak a gazdáknak. Úgy tartották, ahány ága van, annyit fial a disznó. Tavasszal ezzel a vesszővel hajtották ki az állatokat is.